Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk, ez már a Start Plus, első témánk pedig az, hogy befejeződött a Népszava digitalizációja, vagyis 141 év 40 ezer lapszáma vált olvashatóvá és kereshetővé az interneten. Lápos Jelz alapigazgató vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt hiszem egyébként, hogy ebben a kereshetőség az igazi fantasztikum, mert az is jó, hogy befényképezték ezeket az oldalakat, de hogy kulcsszavak alapján keresni lehet 141 év híreiben, azért az elég fantasztikus. Mennyi ideig tartott ez a munka? 3 évig tartott a munka, mert sokkal rövidebb is lehetne, ha csak arról lenne szó, hogy rakják a digitalizáló gépbe a lapokat, de itt nem erről volt szó, hanem a 140 év valamennyi lapszámát fel kellett kutatni. És bizony nagyon-nagyon mert sok helyről. Mert ezek az újságnál nem voltak meg? Az újságnál nem voltak meg, és különböző helyekről, pincékből, könyvtárak, raktáraiból szedte össze az a cég, akivel mi együtt működtünk, és nagyon nehéz volt, és még így is vannak olyan lapszámok, amelyek sajnos nincsenek meg. Hát ez különösen a háború időszakában, 44-ben volt is egy pár nap, amikor nem jelent meg a Népszava, de még mindig van egy-két olyan lap, amit nem találunk fel, és az olvasókhoz is intéztünk felhívást, és volt olyan lapszám, amit így találtunk meg, és így sikerült digitalizálni, tehát ezért tartott ilyen nagyon sokáig. Volt olyan, aki évekkel, évtizedekkel ezelőtti Népszavát tartott otthon, és a felhívásra jelentkezett, igen, neki van? Igen, volt. Nagyon sokaknak meg van bekötve, könyvtárakban is lehet még találni, de volt olyan, akinek éppen véletlenül az a szám maradt meg. Még így is van olyan, hogy volt esti kiadása például a Népszavának, amiből csak egy pár darabot leltünk föl. Azt olvastam, hogy viszont 2010-ből is vannak hiányzó lapszámok, azért ez meglepő. Igen, meglettek. Azóta meglettek. Így van, meglettek. Ott mi 2000-től digitalizáljuk maga a szerkesztőség a kiadó lapokat, és ott valami hiba történt a rendszerben, és azok elvesztek, de aztán megtaláltuk. És például 2000-ből megkerestem, 1999-ben történt meg először, hogy a Népszava hozta az ATV műsorát. Ó, hát nagyon szépen, köszönjük ezek szerint, akkor most igen, már ez is megvan, ilyen, és aki akarja, az ilyeneket is lehet. Gondolom, ki is nyomtathatja a beszkennelt oldalt, és bekeretezheti, hogy fontos ez a hír. Vagy 2000-ben jelentettük meg azt a cikket, hogy műholdra kerül az ATV. Tehát minden ilyet lehet majd ebbe kutatni. Erről eszébe jut az embernek az a szolgáltatás, amit már jó pár éve csinál a Népszava, és ami egyébként már külföldön is létezett, ez a születéslap szolgáltatás, tehát valakinek ajándékba lehetett adni eddig is azt, hogy az ő adott születésnapján mi jelent meg az újságban. Gondolom ez az, ami létezhet tovább szolgáltatásként, de most az interneten sokkal könnyebb lesz, hiszen rá is lehet keresni, és az ember saját magának megtalálhatja, kinyomtathatja. Így van. Jelenleg az Arcanum honlapján, akivel közösen végeztük a digitalizációt, az Arcanum honlapján lehet megtalálni most már valamennyi lapszámot, és tényleg valóban kereshető, de nekünk a kiadóban is megvan, és így most már a kiadó tudja ezt a szolgáltatást nyújtani, tehát kapunk egy e-mailt, fölhívnak bennünket, hogy 1955-ből március 26-án született Józsi bácsi, születésnapja van, és akkor ő szeretne egy ilyen lapszámot, de bármire szívesen most már ki tudunk adni, kinyomtatjuk, egy egészen jelképes összegért tudjuk ezt a szolgáltatást biztosítani, de ami ettől meg még fontosabb, hogy a kutatók, a történészek tudnak benne kutatni, hiszen eddig, ha valaki ezt a 141 évet meg akarta nézni mondjuk a Népszava szemszögéből, akkor bizony be kellett ülni a levéltárba és lapozgatni. És most, hogyha a történész tudja, hogy mondjuk kik azok a személyek, akikkel kapcsolatos írások érdeklik őket, akkor beírják a nevet a keresőprogramba, és ez kijön? Minden egyes cikk, aki... Minden. Körülbelül olyan 4-500 ezer oldal került digitalizálásra, ugye ennyi lapszáma jelent meg a Népszavának. Tehát igen, leül, és akkor beírja azt, hogy Kis Pál, és akkor kiadja azt a töménytelen lapszámot, ahol Kis Pál neve megjelent szövegkörnyezetben, tehát akkor még tovább szűkítheti. Erre azt mondta nekünk a cég, akivel együtt működtünk, hogy ezt, és mi is így érezzük, ez egy sajtótörténelmi pillanat, hiszen a Népszava az egyetlen napilap a Magyarországon, amelyik digitalizálva van, és kereshetően digitalizálva van. Ezt
Tehát most kezdjük érzékelni, hogy ez milyen nagy kincs. Ez valóban egy izgalmas dolog, de azért nincsen teljesen ingyen, hogyha jól tudom. Ha hozzánk bejön valaki és szeretne kutatni, vagy elmegy például a Politika Történeti Intézet levéltárában, nekik is van egy adatállomány ebből, akkor ingyenes. Ha csak az interneten föl akar menni az Arcanum honlapjára, ahol egy nagy, egyébként is egy nagy digitális tár van már fönt, lexikonokkal, másul lapokkal, akkor igen, akkor valamennyi, tehát egy nem jelentős, vagy havi bérleté, vagy lapszámonként igen, ott meg kell vásárolni. Köszönöm szépen, hogy eljött és elhozta ezt a sok lapszámot is. Köszönjük.